Üdvözlünk mindenkit újra itt a Műfordító Egyesület 10. szakmai hétvégéjének az ukrán szekciójában, reggel 9:30 tájban, és szeretném bemutatni a résztvevőinket. Itt ül mellettem Nagy Tamás, aki műfordító, és majd bemutatkozik rendesen, mert nem vagyok túl ügyes a bekonferálásokban, de de már beszélgettünk itt nagyon izgalmas dolgokról, és az ukrán irodalom egyik kevés magyarra ültetője. És Edinburgh-ból élőben pedig itt van velünk Vonnák Diana, aki szintén az egyik másik nagyon kevés ukrán irodalom magyar nyelvre ültetője többek között, és önálló kötettel is, amit olvastam, az tök jó volt. Ismerjük. Én pedig Dányi Dani vagyok, és én fogok időnként bekérdezni, amikor én elvesztem a fonalat, hogy pontosan ki kicsoda, mert ez egy elég szövevényes történet. És először is azt szeretném feldobni, mint egy ilyen, nem is tudom, indító vagy nyitó kérdés, hogy itt van ez a remek szekció beszélgetés cím, aminek baromira örültem, hogy krízises vagyok beléd, ami szerintem elég blikfangos. Ez így honnan jött? És tudtok erről mondani valamit, hogy csak így a legvégén kezdjük el? Diana? Mondja, kezd el nyugodtan. Hát igazából szorított az idő, és mondani kellett valamit neked, úgyhogy nekem ez volt az első, ami így beugrott. Ez egy Ljubal Jakimcsuk vers cím. És akkor itt a reklám helye, Vonnák Diana kiváló fordításában olvasható. És hát az érdekessége, hogy ugye a háború szót azt kicseréli a szerző krízisre. És akkor majd még teker egyet ezen, hogy a szerelmet ugye a krízisre azt is. És akkor így van az, hogy krízises vagyok belé. Tehát ugye adja is magát, hogy szerelmes vagyok belé, csak ugye a krízisre van cserélve. De ezzel egyébként azt hiszem, hogy több szerző is eljátszott, hogy a háború szót kicseréli. Talán most a Kaligramnak a háborús tematikájú számában volt ilyen kiválnak ez a versre, hogy ő is ott a háborút, meg a vízre cserélte. Oké, hát akkor rögtön itt van közöttünk a háború, és hát gondolom ez is most már így elkerülhetetlenül része az ukrán irodalomnak. Bocs, még egy apróságot, hogy azért is Ljubal Jakimcsuk, mert ugye mindkettőnk számára kedves szerző. És tök jó, és tudnál róla mesélni? Mert szerintem sokan nem ismerjük, de esetleg a szerzőről... Hát, Diana, szívesen. Mesélj én. Jó, Ljubal Jakimcsuk szerintem azért elképesztően izgalmas, mert egy elég fiatal szerzőről van szó, aki Donbaszban nőtt föl, Luhanszk mellett született egy bányász családba, és 14-ben ő már Kijevben élt, de el kellett hagynia az otthonát a családjának. Megköltöztek megszállók a lakásukba, és a szülőket, nagylamát neki el kellett onnan pakolni máshova. És ebből az élményből egy 2015-ös kötete született, a Donbass sárga barackjai, és nekem az az elképesztő benne, hogy játékkal és humorral közelíti meg nagyon sokszor ezt az egész nagyon traumatikus élményt, és magyar költészet szerintem nem jellemző az, hogy az avantgárd mint előkép fontos, de az ukrán költészetben ez nagyon gyakori, 20-as éveknek az avantgárdját nagyon sokan előveszik, és ő is többek között ebből a hagyományból táplálkozik, szóval egy ilyen nagyon-nagyon érdekes, ilyen ipari képekkel, meg bányászképekkel teli, meg játékkal és humorral teli háborús költészet az, amit ő csinál, és nagyon sokszor a nemi szerepekkel is játszik. Szerintem ez a krízises vagyok beléd, ez pont ebből a szempontból is nagyon érdekes, hogy
úgy indul az egész, hogy egy veszekedés, egy párkapcsolati vita az, amiről elkezd beszélni, és akkor itt jön fel ez, hogy mondja neki az ismerőse, hogy inkább ezt a polgárháborúnak nevezett párkapcsolati vitát, ezt cserélje le krízisre, mondván, hogy krízise mindenkinek van, háborúja meg ugye nem mindenkinek, és akkor ezzel kezd el játszani ebben a versben. Hát most arra azért ez már egy kicsit máshogy néz neki szerintem, mert most arra valószínűleg nem lehet egy versben, ukrán versben azt elsütni, hogy krízise mindenkinek van, háborúja meg nem mindenkinek. Egyébként nagyon nehéz fordítani, tehát rengeteg nyelvi játék van a szövegeiben, amit hát nem is mindig lehet átadni. Tehát hogyha mondjuk anagrammák vagy rövidítések vannak, akkor azt úgy nem lehet pontosan úgy kijöjjön. Ugyanaz a szó például leír egy szót függőlegesen, és akkor nem tudjuk ugyanazt úgy, hogy úgy kezdődjön a mondat is, és hogy egyszer az így nagyon nehéz. De van olyan verse is, ami igazából egy bevásárló cédula, vagy bevásárló blokk, úgyhogy hát azt hogyan, vagy azt miképp, az egy kicsit ilyen, nem is tudom, hogy megengedheti. Hogy szabad-e ilyet? Persze, akár. Tehát, miért ne? És a sor elejé betű, tehát akkor a sor kezdő betűje egy ilyen akrosztikon. Az, igen. Az meg azért valamennyire egy hagyományos eszköz, akkor az avantgárd és a nem is tudom, ilyen hagyományos formai kötöttségekkel is kell ilyenkor operálni, az tényleg elég sokrétű. És ugye ő Mihály Szemenkóhoz nyúl vissza, tehát ahogy Diana mondta, ő egy ilyen avantgárd figura, egy ilyen futurista ukrán költő, és hát őnek voltak eléggé érdekes dolgai tulajdonképpen. Azt is megkérdejelezte, hogy létezett-e Tarás Sevcsenkó. Tehát igen, voltak érdekes megnyilvánulásai, de tulajdonképpen ő is tagja volt a kivégzett reneszánsz generációnak, ami ugye a sztálini tisztogatások közben, vagy a sztálini tisztogatásokról elnevezett generáció. Tehát 1930-as évektől elkezdték üldözni az ukrán értelmiséget, az ukrán költőket, írókat, egyetemi tanárokat. Eleinte csak letartóztatták, majd ugye nagyon sokat lelőttek. Tehát eleinte 40-45 körül volt ez a szám, aztán ugye a 40-es évekre már 250-en felül. Tehát ez egy óriási veszteség. 89, azt hiszem, az volt a Sándor Mokk, tehát a karériában annyit lőttek, hogy jön. Egy nehéz. 37-8-ban, igen. Nehéz is belegondolni. Tehát egy olyan, mintha nekünk mondjuk hiányozna az egész nyugat, vagy töredékes lenne a nyugatosoknak az életmű. Igen, itt már rátapintunk több olyan kérdésre, amiről szívesen hallanék még, mert úgy tűnik, mintha egy fordítónak, aki nem elég, hogy nyelvileg hozzáfér egy ilyen szöveghez, viszonylag mélyre be is kell ásnia magát tulajdonképpen a történelembe. Ez mondjuk annyira nem meglepő így Magyarországról nézve, hiszen ez nálunk is többé-kevésbé így van talán mindenhol, de ezek szerint lehet feltételezni olyat, hogy egy ukrán szöveg, egy ukrán nyelven írt ukrán szöveg, az valamilyen fajta történelmi dimenzióban is kell, hogy értelmeződjön, nem csak valami univerzális valami, amit lefordítunk egy másik nyelvre, hanem ez szorosan összefonódik a politikai és akár háborús eseményekkel utóbb. Erre hogy készül föl egy fordító? Fú. Hát ez nem egy kicsi kérdés szerintem. Én szerintem lépnék egyet még innen vissza. Szerintem a fordító az mindig a saját társadalmában létezik, és azt a munkát kell neki elvégeznie,
ami ahhoz kell, hogy az olvasóhoz az a szöveg el tudjon jutni, hogyha a fordít, tehát ezért nagyon fontos az, hogy hány fordító van, meg hogy a fordítón kívül ki van még. Mondjuk, ha Magyarországon lenne egy olyan értelmiség, ami fel van készülve abból, hogy Ukrajna micsoda, és nem a nulláról kellene kezdeni mondjuk egy ilyen helyzetben, amikor megindul egy ekkora háború, akkor más a fordítónak a munkája. Tehát, hogyha nekem nem kellett volna mondjuk a Magyar Narancsban hosszú cikket írni arról, hogy de az ukrán nyelv tényleg létezik, és de körülbelül így néz ki a 300 éves elnyomó politika, amit először az orosz birodalom, aztán meg a Szovjetunió gyakorolt fölötte, akkor máshogy gondolnék a saját munkámra. Így, hogy ezt kell csinálni, egyszerűen abból azokból kifolyólag, mert ezt a munkát valahogy, tehát az a nagy értelmiségi munka megosztás, amiben a fordító együtt dolgozik a történészekkel, meg az újságírókkal, meg szóval egy csomó szakma körülbelül ugye együtt van jelen abban a munkában, hogy a nagy közönség számára a világnak egy adott pontjáról állítson valamit. Hogyha ebben a munkában a fordító viszonylag egyedül marad, akkor sokkal-sokkal több olyan munka marad szerintem, amit el kell végezni. Ez egy másik kérdés a szakmai része, hogy ugye a szövegen belül lehetnek olyan utalások, vagy lehet az a fajta ilyen történelmi referencia hálózat mondjuk, amivel dolgozni kell, és hogyha azt az ember nem érti, akkor nem tud jól fordítani. Tehát van ez a fajta fordítás technikai része ennek a dolognak, hogy nekem mondjuk, vagy amikor Jakimcsukot fordítunk, akkor kell, hogy értsük az ukrán avantgárdot valamennyire, és kell, hogy valamennyire értsük azt, hogy mondjuk a magyar nyelvi hagyományban mi lenne ennek a megfelelője ahhoz, hogy jól tudjunk egy olyan szöveget létrehozni, ami egy kicsit hasonló érzéseket hoz be egy olvasónak, mint a Jakimcsuk egy ukrán olvasónak. Tehát van ez a szakmai része, de szerintem ez a nagyobb, tágasabb kérdés, hogy a mitől és mennyire válik a fordító egy ilyen, majdnem egy ilyen kulturális nagykövet, és szerintem ez egy olyan olyasmi, amit csak úgy tudunk értelmesen megközelíteni, hogyha az egész értelmiségre ránézünk, és az egész ilyen tudás közvetítést megnézzük, hogy ki csinálja, és megtörténik-e, vagy nem. Én azt hiszem, hogy Diana kimaxolta ezt a kérdést. Oké, hát köszönöm, és hát azért nekem nagyon megütötte a fülemet ez a, hogy az értelmiség, mint befogadó közel vagy olvasó közönsége ennek az irodalomnak, hogy gyakorlatilag a szinte a nulláról kell felépíteni az ismereteinket, meg az érzékenységeinket, az egész irodalmi érzékenység, vagy az irodalom főbb ilyen issue-i felé. És hát ez pedig eléggé összecseng egy másik nagy kérdéssel, hogy tudnélék, nem csak, hogy viszonylag kevés olvasója van magyarul ugye az ukrán irodalomnak, hanem úgy tűnik, hogy nagyon kevés fordítója is van az ukrán irodalomnak. Ez engem eléggé meglepett. Az nem lepett meg, hogy van egy irodalom, amit nem nagyon olvasok, mert hát nem vagyok büszkeredett, nagyon sok mindent nem olvastam még életemben, de azért én nekem kialakult egy ilyen benyomásom, hogy van ugye a határon túli magyar irodalom, és az szinte mint egy külön iparág működik, és hát ez egy eléggé termékeny, és sok szereplős, és működő valami, és akkor ezzel nehezen fér nekem össze az, hogy ott van Ukrajnában egy teljesen látható magyar anyanyelvű kisebbség egy országban, akinek nyilván van saját magyar nyelvű irodalmi outputja, és ezzel együtt az ukrán nyelvű irodalmat hát azért hát nem fordítják agyon, úgy tűnik, vagy legalábbis szabad ilyet mondani, úgy tűnik, hogy legalábbis egy háború kell ahhoz, hogy úgy igazán komoly érdeklődés irányuljon erre az irodalomra magyar nyelven. Erről mit gondoltok, vagy hogy ez honnan alakult így, és hol tart most? Kezdhetem? Mondhatom? Abszolút, szerintem ez neked inkább a te kérdésed egyébként is. Hát valamelyest azért egy része látható, vagy egy része az ukrán irodalomnak le van fordítva,
És akkor itt most arra gondolok, hogy van ez a ZNU, ami egy érettségi vizsga, és hogy erre az ukrán tanárok azért igyekeztek lefordítani azokat az alapvető, vagy ilyen kötelező középiskolában futtatott, vagy középiskolában tanultakat, és hogy ez azért így nagyjából megvan, de a kortársnál szerintem meg egy óriási, sőt, tehát még a kortárs előtt is óriási űrtátunk. Tehát így viszonylag lyukasosan, de azért szerintem vannak fordítások, tehát Natálka Poltávka, vagy a Kobzós, ugye Sevcsenkótól, meg Eneida, tehát ott mind-mind ugye az én ezt, egy ilyen paradigmatikus verziója Kotlarevszkitől. Tehát azért vannak, de sajnos kevés, és kortársból meg szerintem abszolút nincs. És ezen sokat gondolkodtam, hogy mi lehet, hogy miért nincs. Pont úgy a Kárpátalján, ahol azért illene, hogy több fordító legyen. Két felsőoktatási intézmény van, a Brexászi Rákóczi Főiskola és ugye az Ungvári Egyetem. És hát én arra gondoltam, hogy ott az ukrán szakosok, ott ők kihozhatnának valamit, főleg Beregszászon, mivel ott ugye azért az ukrán szakosoknak is a nagyobb, vagy egy bizonyos rész azért tud magyarul, de sajnos azok részéről pedig nem volt ilyen érdeklődés, vagy nem voltak eléggé annyira tisztában a magyar irodalommal, és vagy esetleg nem az irodalmi karrier vonzotta őket. Szerintem kellene külön egy ilyen műfordítói képzés, ami erre menne rá, vagy legalábbis egy tolmács is műfordító, ami erre. Mert hogy az ukrán szak az így megvan, de hogy abból nem lesz így magától, nem magától értetődő, hogy akkor most ők az ukrán szakosok a magyar irodalommal is képben lesznek. Úgyhogy ez a másik meg hát ugye vannak azért költők és írók is Kárpátalján. Sajnos nem nagy számmal, tehát ugye egy 130 ezeres kisebbségről beszélünk, és szerintem, vagy legalábbis amiről én tudok, ilyen 30-40 ember, aki így írással foglalkozik, vagy ír, abból a fele mondjuk dilettáns, és akkor így megy lefelé a kategória, a felének talán nincs meg az a nyelvi tudása, hogy műfolytást csináljon. És akkor van a másik rész, a politikai rész, az pedig megint szintén bonyolult, hogy nagyon sokan hát nem tudják elengedni ezt a haragot, vagy nem tudják ezt a nem is tudom a sértődöttséget elengedni, amit ugye az ukrán politikai vezetőség a kisebbség felé gyakorolt, és tény, ez tény, nehéz ezen túllépni, de szerintem tehát nem a politikát kell nézni, hanem magát, hogy van egy csodálatos és gyönyörű nyelv, és hogy ez. Marcsán Gergelyről tudok, aki azért néha fordít ukránról. Tehát van egy Kovács Vilmos irodalmi társaság Kárpátalján, amely kárpátaljai írókat, költőket, értelmiségeket foglal magába. Nem sokan vagyunk, tehát kb. 11-12 ember. És akkor itt is szintén magyar politikai dolgok miatt ugye nálunk is szakadás volt, tehát ugye nem csak a 12 fős volt a társaság, hanem még többen is beletartoztunk, többen kiléptek, tehát ez is változik, az embernek a nézete is változnak, és akkor már nem férnek, nem mindenkinek fért össze a miénkkel, úgyhogy akkor ha jól értem, akkor ez a
ez egy ilyen bonyolult dilemma, ez a fordítani, nem fordítani. Egyrészt tulajdonképpen a hozzáféréstől is függ, hogy egyáltalán olvas-e az ember mondjuk kortárs ukrán irodalmat, mint határon túli magyar, vagy sem. És van egy ilyen politikai dilemma is, hogy ez valamiféleképpen egy, hát ha ez nem túlzás ilyet mondani, egy potenciálisan egy ellenséges irodalom, tehát hogy nem a mi, vagy nem tudom, hogy az identitás és a nyelvi identitás az mennyire írja fölül mondjuk egy ilyen politikától függetleníthető ilyen irodalmi érdeklődést, vagy elköteleződést akár. Nem ismerem nagyon jól ezt a fajta sértettséget, vagy sértődöttséget így belülről, hogy ez hogy néz ki, de azt hiszem az ilyen törésvonalakat és a politikai törésvonalakat elég jól ismerjük Magyarországon is. Ide beugorhatnék egy picit? Igen. Csak az jut eszembe, hogy szerintem nagyon érdekes párhuzam az, ami Erdélyben zajlott, hogy hogyan más és mennyire más, és ugyan nem, hát azt nem gondolnám, hogy teljesen összehasonlítható a helyzet, ugye eleve a kisebbségben nagyon más, de amennyit látok belőle, az nekem nagyon feltűnő, hogy ott is azért az újabb generáció sokkal jobban elvégzi azt a munkát, hogy mondjuk román irodalmat fordítani akarjon, meg hogy együtt dolgozzon a románokkal azon, hogy a románra forduljon le a magyar irodalom, és ehhez kellett az, hogy valamelyes normalizálódjon legalábbis az erdélyi magyarság egy részének a kapcsolata Romániával. És az a nagyon fontos, az egyetlen ilyen puzzle elem, ami szerintem a Tominak a tök jó összefoglalójából kimaradt, hogy az egy dolog, hogy az ukrán nagypolitika mit csinál, de ennek a másik oldalán meg ott áll az a kérdés is, hogy Magyarországnak mi a politikája a saját határon túli kisebbségei felé, és hogyha most nem akarnám ezt pártpolitikába átvinni, mert szerintem mindannyian értjük, hogy mire gondolok, de amennyiben ez egy amennyiben ezt táplálja, és ellenségkép alapú módon viszonyul a magyar kultúrához, ami a határon túl megszületik, akkor szerintem ezen a dolgon nem kell csodálkozni, főleg, hogyha olyan mértékben leuralja annak az adott kisebbségnek a politikai elitjét, meg az értelmiségét, mint amennyire Kárpátalján ezt látni lehet, és szerintem én nem vagyok Kárpátaljával nem foglalkoztam igazából sose, tehát ez Tomi javítson, hogyha hülyeséget mondok, de nekem az a benyomásom, hogy mintha ez Kárpátalján jobban megtörténne, tehát hogy a maga a politikai paletta, az nincs meg annyira teljesen ottani magyar értelmiségen belül, tehát kvázi nincs, vagy kevés ember van, aki visszabeszéljen ennek a sértődöttség alapú dolognak. Nekem nagyon-nagyon erősen megmaradt ugyanez a kérdésem volt saját magam felé, hogy miért én fordítsak Zsadánt, amikor én ukránul nem úgy tudok, soha nem fogok úgy tudni, mint egy olyan ember, aki Kárpátalján öt föl, teljesen hülyeség, hogy a 130 ezer ember, aki ott van, miért nem ők, és miért én Budapestről a nem is, ráadásul nem is szlavisztikán megtanult ukránommal, hanem társadalomtudósként megtanult ukránommal. Tehát, hogy ez az egész nem jó. És gondolkodtam ezen is, és pont akkor ott a Literálnak egy körkérdése volt, egy ilyen határon túli magyar írókkal egy ilyen körkérdés sorozata, és ott voltak kárpátaljaiak is, és ott kérdezték tőlük, hogy olvasnak-e ukrán irodalmat, és a legtöbbjük egyszerűen azt mondta, hogy nem, és nagyon-nagyon vicces válaszaik voltak rá, hogy miért nem. És nyilván ez most nem akarok neveket sem mondani, mert teljesen fölösleges, nem a személyeskedésről szól ez a dolog. De maga ez a jelenség, hogy annak ellenére, hogy teljesen létező jelenség az, hogy ukrán anyanyelvű emberek magyar iskolába járjanak, mert jobb a magyar nyelvű oktatás, van egy ilyen egzisztenciál, egy ilyen önféltés, vagy nem tudom, ami olyan, hogy olyan dolgokat tud időnként eredményezni, mint hogyha az ukrán nyelvű irodalom az a rovására menne a magyarnak, vagy valami hasonló, pedig ez eléggé, hát szerintem ez abszurd, de nyilván nem ott élek, tehát nem állok ezekben a törésvonalakban, úgyhogy lehet, hogy nekem ezt messziről könnyű mondani. Hát
szerintem bárhonnan, mert hát mégiscsak fordítók vagyunk, elég vicces lenne, ha így gondolkodnánk, nem? Igen. Abszolút, tehát egyetértek Diánával. Egyébként azt még hozzátenném, hogy ebben a körkérdésben is szerepeltem, de hogy én teljesen másról vagy, engem nem kérdeztek, hogy nem volt ilyen igazából, bármiről lehetett írni, ott nem mondták meg, hogy nem volt, nem mindenkinél voltak ilyen kérdések. Nem tudom, hogy emlékszel, de én nem válaszoltam. Arra emlékszem, hogy te nem mondtál ilyeneket, igen. Nem, ilyet nem mondtam. Az az érdekesség egyébként, hogy már kezdődött kialakulni valami a kárpátai magyar irodalom és az ukrán irodalom között. Tehát volt nekünk egy éves fesztiválunk, irodalmi fesztiválunk, a Kárpátai Magyar Irodalmi Napok, ami már futott 5 éve, és hát sajnos Covid, utána most háború, de hogy sikerült elhívnunk már ukrán szerzőket, és már kialakult egy minimális párbeszéd, tehát már fordítottam is azoktól a személyektől, és akkor ők is már tényleg szóba került, hogy csinálnának egy antológiát a kárpátai magyarok műveiből, amit ugye ukránra lefordítanának, és hogy valami már kezdődött. Jött egy Covid, és most ugye ez a háború, és most nem is tudunk, hogy hol tartunk a kárpátai ukrán irodalmárokkal. Mert egyébként meg jó viszonyunk volt, meg mi jó el voltunk. Tehát volt egy párbeszéd, és most ennyire nem a helyzet ezt adja. Tehát akkor, ha jól értem... Egyébként ukrán szerzőkkel pont erről most a nyáron, és ez fordítva is egy ilyen nagyon érdekes, tehát hogy nem értik, vagy szóval van egy ugyanilyen nem tudom, ilyen szimmetrikus, kicsit megütközés, kicsit ilyen aggodalom ebbe az irányba, hogy hogyan kellene nekik ezt az egész párbeszédet igazából fölvenni. Szóval, hogy pont augusztusban beszélgettem erről az egyik költővel, aki irodalomszervező is, és akkor ezt mondta nagyon sokszor, hogy nehéz az, hogy még odáig sikerül megoldani a dolgot, hogy mondjuk legyenek irodalmi programok, de hogy ez nem feltétlenül jelenti azt a közösséggel való kapcsolat, meg ezek a felolvasásoknak a ténye, az nem jelenti azt, hogy ez feltétlenül egy nyitás, és akkor ehhez valami teljesen külön módszert, vagy nem is tudom, ilyen csatornákat kellene kitalálni, hogy működni tudjon. Hát nyilván nem én voltam az, aki értelmesen tud neki javaslatokat tenni ezzel kapcsolatban, de fordítva is az is működik egyébként, hogy ugyanaz a, tehát hiába van meg ez a kétnyelvű kisebbség, a magyar irodalom se fordul le úgy ukránra. Tehát ugyanezt mondták, hogy ők lengyelül szoktak magyar irodalmat olvasni. Most is például az Angelus díjnak a shortlistjén ott van egy kárpátaljai magyar szerzőnek a... Én azt hiszem, hogy azt meg is nyerte azt a... Meg is nyerte? Meg is nyerte azt a díjat. Ugye Nagy Zoltán Mihálynak a Sátánfattya című könyvéről beszélünk, ami egy jó könyv, talán az egyetlen jó könyve. És hát az az abszurd dolog, hogy Csonkapapiban lakik Nagy Zoltán Mihály, és Ungváron lakik mondjuk Ljubka Andrei, vagy Andrei Ljubka ukránosan, és hogy ez alig van, hogy 30-40 kilométerre egymástól, és nem olvasta a regényét, nem tudta elolvasni, hanem lengyelül olvasta először, tehát a lengyel fordítás olvasta először, és most egyébként azt hiszem már tavaly sikerült dőlőre jutni vele, hogy készül ukrán fordítás is a Sátánfattyából. És egy nagyon érdekes, írt is róla a recenziót a Ljubka, és nagyon érdekes dolgokat emel ki. Ez a közös sors, ugyanaz a kárpátai sors, hiába magyar, vagy ukrán, vagy ruszin, tehát röviden a cselekményből, kicsit a Sátánfattyából, tehát egy magyar lányzót, magyar lányt megerőszakolnak a orosz katonák, és akkor hogy ezen megy a dilemma, hogy megtartsa, vagy nem, és akkor mi lesz a falubeli szerelmével, és akkor nagyjából erről a vívódásról szól a regény.
és hogy ebben a közös sorsot látják, hogy az orosz katona megerőszakolta a fiatal lányt, és hogy így azért egy közös kapcsolódási pont számára. Ezt emelte ki egyébként a recenziójában. Úgyhogy egyszerre vagyok bizakodó is, és meg pessimista is, hogy itt valami lehet, meg alakulhat. Csak hát annyira kicsi ez a kárpátaljai irodalom is, és hogy annyira minőségében sem mindig a leg... Most nem magunk ellen akarok szólni, de tényleg ez a helyzet, hogy azért... Ez is egy jó kérdés, nem, hogy miért feltétlenül csak a kárpátaljai magyar irodalomnak kellene köze legyen az ukránhoz. Igen, ez is egy nagyobb kérdés, hogy miért nem akarunk, mint magyar irodalom, most nem is leuralni a kárpátaljai magyar, de hogy mint magyar nyelvű irodalom, miért nem fontos az mondjuk a magyar irodalom politikán belül, vagy kultúrpolitikán belül, hogy ez a kapcsolat létrejön. Tehát, hogyha nem jön létre Kárpátalján belülről egyik irányba se, tehát se magyarról, ukránra, se ukránról, magyarra, akkor miért nem történik meg egyfajta figyelem, vagy nem is tudom. És főleg úgy, hogy például az erdélyi magyar irodalom, nekem állandóan az a benyomásom, hogy az hatalmasat rezonál az ukránra. Tehát mondjuk egy Bodor Ádám, hogyha lenne ukránhoz, szerintem azt imádnák. De most ez csak egy szerző hirtelen, de nem nyilván még már millió. Már egyébként nagyon szeretik olvasni az ukránok. Igen. Hát amit talán triviális, de mégis fontos, hogy hát a fordítás, mint munka, az részben ezzel is jár, hogyha nem is árkokat temetünk be, de azért hidakat összeeszkábálunk a fordításainkkal két part között, és hát ez egy hosszú és sokoldalú folyamat, itt egyszerűen sokat kell csinálni, ezért is ilyen mennyiségi megközelítésben gondoltam neki menni, hogy miért van ilyen kevés ezekből a szöveghidakból, hogy hozzáférjünk egymás irodalmi hátországához. És az is teljesen helyén való, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, ilyen kultúrpolitikai helyzet, és nem más, mert hát a kisnyelvek fordításánál ez egy állandó tényező, hogy a kisnyelvek apró piacot jelentenek, és ott piaci szempontok szerint nem igazán lehet nagyot dobbantani egy-egy fordítással. Kivéve, hogyha szokatlanul nagy figyelem irányul rá, mint például, hogyha nevesen, mondjuk jelesen esetleg meghal egy ző, akkor rögtön mindenki olvasni akar róla, vagy hogyha történik valami ordas botrány, általában az is hozza az olvasókat. De hát itt pedig ilyen szempontból itt van egy háború, ami megint csak egy ilyen nem teljesen jó, de mégis egy rivadafényt betaszítja azt az irodalmi kultúrát, amit éppen nem tudom, bombáznak, vagy elfoglalnak, vagy akármi. Legyen az Iránban, vagy legyen az Ukrajnában, vagy bárhol a világon, amit addig a világ nagy közönsége nem annyira keresett, meg nem annyira olvasott. Hát nekem is az egyik első dolgom az volt, amikor eszkalálódott ez az egész ukrán konfliktus, hogy nem is gondolkoztam rajta, éppen egy galériában jártam, ahol rengeteg képzőművészeti könyv volt, és kortárs ukrán képzőművészeti ilyen albumot vittem haza magamnak, hogy valamilyen fajta kapcsolatot tudjak ezzel az egész engem is befolyásoló dologgal kialakítani, annak ellenére, hogy a nyelvet nem ismerem, és magát a kultúrát sem ismerem jól. Szerintem erre van egy elemi igénye egy valamennyire tájékozódni vágyó embernek bárhol a világon. És itt számoltam az éveket, amikor mondtad, hogy hát 5 éve futott ez a fesztivál, és aztán jött a Covid. A Covid, ha jól emlékszem, 19-ben, vagy inkább 20-ban. De, tehát a lényeg az, hogy akkor ez az 5 évnyi irodalmi fesztivál, és a közeledés és az egyetértés és a kollaboráció, ez már a Krím megszállása után alakulgatott. Tehát, hogy ezek, igen, ez véletlen, aligha, vagy hogy mit lehet kihozni ebből a nem is tudom, ebből a politikai és hát fizikai veszélyeztetettségből. Lehet ebből az átkozott rivalda fényből valami jót kihozni?
akár mint a kultúra előállítói, akár mint a közvetítői gondolkozunk erről. Én most rögtön az első felére reagálnék, hogy ez nem egy ilyen véletlen, tehát nem tudatosan a krím után, egyszerűen csak most kezdett előtörni a kárpátai magyar irodalomban egy ilyen közép generáció, vagy fiatalabb generáció már, mert egy nagyobb űr volt azért az idősebbek. Jó, az is relatív, mint lehet idősebbnek nevezni, de hát tehát a befutott mondjuk egy Vári Fábián László közt, meg mondjuk én köztem, aki még pályakezdő vagyok, tehát, hogy egy nagy űr van, mert nagyon sokan vagy Magyarországra kitelepültek, abbahagyták az írást, és akkor itt volt itt is Kárpátán egy ilyen avantgárd kis mozgalom, a véletlen balett, amely egy folytatott futatott egy rövid ideig, és ők lett volna a középgeneráció, meg volt egy Brenzovics Mariannánk, ő pedig sajnos öngyilkos lett. Úgyhogy egy nagy rés volt, és most alakult ki a 2013-14-es évre, hogy lett annyi értelmiségi ember, meg költő, hogy szervezkedjünk, és akkor egy ilyen társaságot alapítsunk. Na és ezután pedig igen, vannak pozitív hozadékai a háborúnak, de ugyanúgy mellette negatív dolgok is előtérbe jönnek. Tehát például most ugye megjelent egy Harkivi napló, egy nagyot futott, most egy 9 éves lánynak, a ukrán kislánynak a naplója jelenik meg. Tehát, hogy azért nem ez az irodalom, nem ez az, ami díjakat zsebelt be Ukrajnába, vagy amit nagyon elismertnek tartnak, vagy amire hivatkoznak. Tehát, jó, nyilván ez most kell, mert hogy ez a helyzet van, és akkor ezt nyomjuk, de ennél sokkal nagyobb értékek is vannak szerintem. Tehát azokat is meg kell mutatni, és hát az lenne igazából a pozitív, hogy ez, hogy most ezek megjelennek, majd hozza magával a többit is, szerintem. És akkor itt a másik negatív, hogy nagyon, szerintem nagyon szomorú, hogyha mondjuk nem az eredeti nyelvről fordítják, hanem mondjuk angolról, vagy valamilyen másik nyelvről. Tehát ez milyen már akkor? Ez gyakran előfordul, hogy egy közvetítő nyelvből fordítanak? Tapasztaltatok ilyet, Diana, akár? Vagy... Hát ez nem csak, szerintem ez nem csak az ukránnak a sajátosság. Most az első, ami eszembe jött, az Anna Politkovskájának a ugye orosz ellenzéki újságírónőnek a könyve, azt is angolból fordították. Múltkor néztem olyan Juha könyvet, amit nem a Helikon fordított, hanem talán még 10 éve a Margaret, ezt nem is értettem, azt is angolból fordították, tehát ezért héber irodalmat rendszeresen angolból fordítanak, szóval ez egy nagyon nagy jelenség sajnos. Itt szerintem az a speciális eset van ennél a két könyvnél, tehát a Harkivi naplót azt, és szerintem azt is angolból fordították, egyébként már Bartók Imre fordította, aki tudtam, már nem tud oroszul. Ezt a naplót, ezt pedig a Stösüge fordította talán, de hogy az a helyzet itt, hogy a kiadói jogokat már így adták el, hogy az angol szövegből nyersból lehetett csak fordítani. Tehát van ez a jelenség, ami szerintem borzalmas, de hát nyilván ez kevesebb helyet hagy a kiadónak, meg van az a helyzet, amikor a nyelvi fordítói kapacitás, olcsóság, valami ilyesmi miatt dolgoznak közvetítő nyelvből, ez két tök külön dolog, de hát az olvasóra nézve, meg a végeredményre nézve ugyanaz. Én nem tudok olyan ukrán irodalomról egyébként, az ukrán nyelv, ukrán irodalomról, amit így fordítottak, szerintem inkább az történik meg, hogy semmi nem történik. Tehát, hogy nem, hogy egyszerűen nem fordul le. Zsuzsaitsuk, hogy Zabuskot lengyelből. Oksana Zabuskó. Zabuskot is lengyelből fordították? Te jó, aha, ezt nem tudtam. Mert a Zsadanokat azt tudom, hogy a Körner Gábor ukránból fordította. Szerintem talán az Andruhovicsot is ő, vagy nem is tudom, hogy ezt ő fordította. Tudom, hogy még a Tarasz Prohaszkot is
Körner Gábor fordított, a szintén ukránból. Hát ez a nehéz, kicsit ilyen naivákájásan vagyunk, hogy hárman most éppen, vagy nem tudom, hogy van-e még valaki, akit nem tudok. Van még a Lebovics, annak is szakfordítást csinál, ezt tudom, tehát ő az egyik Zelenszky könyvet ő fordította most, de nem, tehát nem nagyon sok emberről tudok még, aki műfordítással foglalkozna ukránról magyarra, akkor innen van egy ilyen kapacitás kérdés is, tehát hogy egyikünk se ebből él. Én nem is, egész ideig nem is gondoltam magamra kifejezetten fordítóként, hanem ez csak valami tűzoltó tevékenység volt, amit én csináltam. És hát ez egy érdekes kérdés, hogy akkor ezzel így mi lesz középhosszú távon, mert valószínűleg hát fenntarthatatlan ennyire kevés ember munkája mellett talán. Hát reméljük, hogy jönnek az új fordítók, és akkor igen. Jó lesz. Nekem úgy tűnt, hogy olyan benyomásom alakult ki, hogy hogy mintha itt szétszóródott volna, ahogy elmondtad, ez az irodalmi, nem is tudom, közeg vagy közösség. Azt vártam egy kicsit, hogy mert a nyugatot is felhoztad, hogy esetleg majd kialakul egy diaszpora, ha nem is Budapesten, de mondjuk mit, vagy Párizsban, vagy valamit nyerted valami klassz helyen, ahol lehet folytatni, és lehet kontaktálni, és lehet csinálni ezt a dolgot, de nem tudom, hogy ez egy tendencia egyáltalán, vagy hogy egyáltalán mi történik. Azt sem tudom, hogyha én például, Isten őrizte, ha mondjuk könyvkiadásra adnám a fejem, és vásárolni szeretnék jogokat egy ukrán mű publikálására, akkor most éppen milyen helyzet fogadna engem ezen a piacon. Egyáltalán problémás ilyenkor jogokat, nem tudom, lefoglalni, vagy akármit? Nem, teljesen jól működik ez az egész rendszer, tehát ezzel semmi gond nincsen, és viszonylag olcsó tekintve, hogy ugye, annyi érdeklődés övezi, amennyi. A nagyon befutott ukrán szerzőket, mint például Zsadánt, azt az Úrkam képviseli, ez pontosan ugyanaz a helyzet, mint a magyar szerzőknél, hogy mondjuk egy Nádast, meg egy Krasznahorkait, az előfordul, hogy már nem, tehát ugye nincs is annyira erősen működő magyar ügynökség, és innentől ez gyakran van kelet-európai irodalmaknál, hogy mondjuk az Úrkam fogja felvásárolni, de ez semmi problémát nem jelent. Úgyhogy nyugodtan csinálj ukrán könyvkiadót, vagy ukrán irodalomra specializálódó könyvkiadót, mi nagyon fogunk neki örülni. Többek között én mégis csak a Műfordító Egyesület színeiben is ülök itt, és nem tud nem eszembe jutni, hogy a Műfordító Egyesület bármilyen módon közreműködhet-e az ukrán nyelv fordítóinak az összefogásában, támogatásában. Van bármi, amit szerintetek mi csinálhatnánk, és esetleg még nem jutott eszünkbe, vagy nem csinálunk? Hú, ez jó kérdés. Nem tudok erre most ilyen nagyon hirtelen válaszolni, de elgondolkodom. Ráérünk. Még megbeszélhetjük este vagy holnap, de szóval viccen kívül szerintem többek között egy egyesület az erre is való, hogy itt össze tudjanak találkozni a szétszóródott érdeklődő fordítók, persze más eszközöket is mozgosítani lehetne mindenféle nagy támogató ösztöndíjakat, meg nem tudom, szervezeteket felhajtani, de ennek olyan túl sok realitását nem látom, de legalább az, hogy létezünk és vagyunk, és össze tudunk kötni embereket, mint tagsági szervezet, szerintem ötletelhetnénk. Szerintem esetleg kiadó keresésben ott lehetnek annyit, mert hát megint csak a marketing, és nem mindig, vagy nem nagyon akarják. Tehát mondjuk nem ilyen, hogy halkívű napló, nem ilyen égetően nagy dolog, hanem akkor az nem mindig jön. Igen, ez is egy dolog, hogy valami mennyire ismert, vagy látható, de az is egy dolog, amiről te is sokat beszéltél most, Tamás, hogy ugye a minőség, tehát a fordításnak a színvonala, amire láthatóan te is érzékeny vagy, mert nyilvánvalóan a kiadók is érzékenyek kell, hogy legyenek, elemi érdekük.
és végül is a Műfordító Egyesületnek ez a talán a fő szakmai profilja, hogy minőségi műfordítást képviselünk és hát csinálunk, úgyhogy szerintem ez is profilba vág, hogyha ha van jó minőségű fordítás, akkor ez abszolút a dolgunk promózni, amennyire lehetséges a kiadók felé, már amennyire figyelnek ránk, de azt hiszem óvatosan elmondhatjuk, hogy láthatóak vagyunk, és valamennyi figyelmet azért kapunk. Úgyhogy én arra buzdítanék minden jelenlevő, és azt a nagyon kevés nem jelenlevő ukrán-magyar fordítót, hogy ha ír nekünk egy e-mailt a Műfordító Egyesületre, vagy a Facebookon megkeres minket, akkor ötleteljünk együtt, hogy hogyan lehet kihozni ezt az egészet valami jóra. Hát azért most még azért, igen? Hogy jó, nyithatunk a közönség felé is, hogy esetleg akkor most kérdéseket, hogyha a fogadhatunk, akkor szerintem adjuk át a mikrofont a közönségnek, és kérdezzetek. Én szeretnék, de hogyha más is szeretne, akkor szívesen adom a mikrofont. Akkor utána a második helyre följön. Sziasztok, én Miklódi Dóra vagyok, és nekem az a kérdésem, hogyha bemegyek egy könyvesboltba, akkor én felismerem el, hogy az egy ukrán szerzőnek a könyve. Tehát, hogy a kiadók építenek erre brandet, vagy, és tudom, hogy most a háború kapcsán, ugye most így azért, aki figyel, az tudja, hogy így figyelni kéne a nevek végződésére, meg ugye az most egy, meg hogy ilyesmi, de mondjuk a Harkivi naplónál ott nagyjából mindenkinek leesik, de hogyha ugye nem kapcsolódik a cím egy ilyen városhoz, amit ismer most már mindenki, akkor honnét tudom én azt, hogy ez egy ukrán szerzőkönyve? Nem tudom, válaszoljak? Válaszol. Szerintem ugye ezek összefüggnek egymással, tehát hogyha eleve azért nincs részben ukrán fordítás jelentős léptékben, mert nem vonzó az ország imázs, tehát hogyha még mindig sikeresen ezeket a, nem tudom, szovjet érába tartozó kliséket hordja itt a nagy közönség a tudatalattiában, hogy nem tudom, itt nincs önálló nyelv, meg nincs önálló kultúra, vagy ha van, akkor se érdekes, meg nem tudom, maszkonadrág és maffia, akkor nagyon nehéz erre brandet építeni kiadóként. Tehát akkor szerintem nem ezt fogják hangsúlyozni. Most lehet, hogy ez kicsit változni fog, talán már a Majdan forradalom után egy kicsit változott, de azért összességében szerintem nincsen nagyon erősen árulkodó jel erről. A neveknek a végződése meg azért egy nehéz kérdés, mert szóval vannak nagyon tipikus ukrán nevek, de hát ezt nem hiszem, hogy a nagy közönség tudná, hogy mondjuk a Tarasz Prohászkónál még talán az, hogy Tarasznak hívják, az a Shevchenkót behozhatja a művet nagy közönségnek, de azért a legtöbb szerző nevénél ez nem ennyire, de szerintem ezt, ahogy a más, tehát mondjuk egy horvát irodalom kapcsán, vagy egy bolgár irodalom kapcsán se teljesen evidens szerintem azonnal, tehát ezt az embernek valószínűleg sajnos keresni kell. Én csináltam olyat, amikor először elköltöztem Magyarországról, hogy módszeresen nekiálltam végigolvasni a régiónak az irodalmát, tehát hogy direkt úgy olvastam ezeket. Szerintem ilyen ilyesfajta, nem tudom, olvasóköröket, kihívásokat, ilyen típusú, kicsit ilyen olvasóbarátabb eszköztárat, az tök jól be lehetne vetni, hogy minden hónapban olvasunk egy máshonnan származó könyvet, és kicsit ez így, is tudom, legyen érdekesebb, de hogy ezt hogy kell megcsinálni nagyobb nagy közönség számára, azt nem tudom. Kék-sárga mondta, hogy szeret rátenni, mint egy... Lehet, nem tudom egyébként, hogy lehetne. De az valóban nagyon sok cím árulkodó, és akkor onnan lehet tudni. Az Abuskónak van ez a terepvizsgálat az ukránok szexuális életéről. Hát itt nyilván kiderül, hogy igen. Miről lesz szó.
Köszönöm, akkor kérdeznék én, hogyha lehet, sőt, nekem válaszaim is vannak, hogyha ukrán kiadóm lenne, akkor valószínűleg a Name the Translator jegyében a borítóra nem azt tenném fel, hogy fordította, hanem azt, hogy ukránból fordította, és akkor ez egészen világosan vinné az üzenetet. Még egy válaszom van, hogy hogyan lesznek ukrán fordítók. A műfordítói egyesület esetleg tiltakozhatna az összes lehetséges fórumon abban a kérdésben, hogy én nulla ukrán szakos vettek fel a magyar egyetemekre, és az a kettő, aki van, vagy a három, akiket nagyon nehezen növelgetünk, egyébként az orosz szak árnyékában van önálló ukrán szak 20 éve, de nagyon kicsi, nincs megfelelően prezentálva, és szerintem most lehetne jogosan segítségre, állami segítségre pályázni, mert így nem fog előre menni a dolog. A kérdéseim sorában nem is tudom, melyikkel kezdjem. Az egyik az, hogy ez egy rövid kérdés, hogy a Krím megszállása után én valahogy jobbnak és jobb hangulatúnak és talán piszívnek, vagy korrektebbnek tartanám Majdan után mondani, amikor az ukrán értelmiségről beszélünk, mert én nagyon nagy váltást érzek ott. Nem véletlen, hogy akkor kezdett kialakulni ez a párbeszéd, amiről ti beszéltetek. Én onnan érzem egy új generáció hangjának a megjelenését. Ezt szokták európai záladásnak, vagy bárminek nevezni, ami szerintem túl általános, de minden esetre ez lenne egy kérdésem. A másik kérdésem az egy kínos, vagy hogy mondjam, érzékeny kérdés, az orosz kultúrával való viszony. Például én rögtön arra gondoltam, hogy milyen egyszerű lenne a magyarországi kultúrába az általunk nem ismert ukrán avantgárdot a nagyon jól ismert orosz avantgárdon keresztül bevezetni, hiszen akkor ők annyira kapcsolatban voltak, hogy ez egy szerves kapcsolat volt. Tehát az orosz avantgárd Kijevben jelentette meg a műveit, az orosz zsidó szerző Kijevben jelentette, nekem az az előnyöm, az orosz zsidó irodalommal foglalkoztam, azok mind ukrajnai területen voltak, amennyiben Ukrajnának nevezzük, a mai Ukrajna területét értem ezen. Tehát ez egy nagyon szerves kapcsolat volt akkor, de egyébként Varsóval is. Tehát, hogy a kijevi zsidó avantgárd szerzők a Varsóban alakítottak írócsoportot, ez egy normális dolog volt. Tehát lehetne ezen keresztül, ha nem lenne most az a törekvésünk, hogy mindent leszakítsunk az oroszról. Tehát akkor a kérdés, itt az a második kérdés, ez micsoda? Az, hogy hogyan bánunk most az orosz-ukrán kulturális kapcsolatokkal, miközben minden törekvésünk arra irányul, hogy leszakítsuk, tehát nem orosz szemmel, ugye én fogok egy ilyen beszélgetést üzetni, hogy Ukrajna nem orosz szemmel, eközben hogyan mutassuk meg mégis azokat a szerves kapcsolatokat, amelyek voltak a múltban, és amit a magyar kultúra számára egy bevezető területnek használhatnánk. Világos, akkor át is adnám a válaszhoz. Szerintem az ukrán szerzők ezt nem nagyon szeretnék is, és nem azért, hogy ennyire, tehát nem a cancel culture-ra akarok rámenni, tehát hogy ugyanúgy megvannak az rossz művek, és meg is lesznek, hanem csak egyszerűen azt szeretnék, hogy külön reklámoznak, vagy külön kerülne be mondjuk az ukrán irodalom. Szerintem konkrétan az avantgárd kapcsán ugye két dolgot érdemes elválasztani. Az egyik az az, hogy nyilván a bölcsészettudományos, meg történész számmal nem figyelni ezekre a kapcsolatokra, az szakmaiatlan lenne és problémás lenne. Tehát ott nyilván erre fontos figyelni, de szerintem ott is fontos kérdés az, hogy a kivégzett reneszánsz, az az ukrán nyelvűsége miatt volt kivégzett reneszánsz, és az a hiába működtek együtt a szovjet államhatalommal, ez a úgynevezett nemzeti kommunista, meg a kolonizáció törekvésnek volt az ilyen kicsúcsosodása.
És innentől persze ezek olvasták egymást, és ilyen szempontból esztétikailag fontos ezeket a filológiai kapcsolatokat feltárni, de abban nem vagyok biztos, hogy egyébként az értelmezés keretében azt nagyon sokat segítene, hogyha az orosz avantgárd felől akarnánk ezt olvasni. Szerintem az lenne a fontosabb dolog itt, tehát itt egy ilyen kettős munkát kellene igazából most elvégezni a fordítóközösségnek. Az egyik az arról szólna, hogy a történeti fejlődésem az ukrán nyelvű irodalomnak is, egyébként az orosz nyelvű ukrán irodalomnak is, tehát hogy ennek az egész nagy, nem is tudom, bonyolult rendszernek a hiátusait valahogyan földolgozzuk, tehát hogy legyenek. Egyébként az is, hogy a már meglévő dolgok, tehát mint tudom én, a Ivan Frankónak ki voltak adva az 50-es években, kora 60-as években a könyvei magyarul, ezek beszerezhetetlenek már. Tehát szerintem van egy ilyen irányú feladat, és ebben van egyfajta ilyen értelmezői feladat is, ahol van helye ennek a fajta ilyen filológus vagy történeti, irodalomtörténeti szemszögnek, és van a másik feladat, ami pedig arról szól, hogy az ukrán kortárs irodalommal mit csinálunk. És szerintem én azt gondolom, hogy legalábbis ameddig a háború tart, addig ezt fölösleges, ezt az egészet erőltetni. Tehát hogy nem azért, mert nincsenek kapcsolatok, nem azért, mert nem akarnánk el kapcsolatokkal foglalkozni, hanem egyszerűen azért, mert így is annyira sok minden nincsen megcsinálva, hogy pontosan elég lenne, hogyha azzal foglalkoznánk. Egyébként az is egy fontos dolog, hogy ugyanennyire erősek a kapcsolatok a lengyel irodalommal, a nyugat-ukrán irodalom kapcsolatai sokkal erősebbek például a lengyel irodalommal, nem is nagyon olvasnak orosz, és ez nem a Majdan óta van, hanem 90-es években is sokkal kevésbé olvastak már orosz, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult, nagyon-nagyon sokrétű dolog, és szerintem nekünk, vagy én azt gondolom, a fordítóként én azt gondolom, hogy azzal próbálok foglalkozni, azokkal a hangokkal, amik szerintem nagyon fontosak, és nincsenek meg, és aztán az egy másik kérdés, ennek az értelmezése, meg beágyazása, de szerintem nagyon óvatosan kell csinálni ezt az egészet, mert nagyon nehéz kikerülni abból, hogy egyszerre produkáljuk ezt a meglévő ilyen hierarchikus mintát. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Eleve szerintem az is egy gond, hogy ugyan elég sok oroszos szaktudás van, sokkal kevesebb konkrétan ukrános szaktudás van. Tehát most is ugye a politikai elemzésekből is azt lehet látni, hogy majdnem mindenki, aki most ezt a háborút is elemzi, az Oroszország szakértő. Nagyon hasonló dolgot lehet látni ez, amit mondasz is, ugye, hogy nincsen, vagy hát alig vannak hallgatók, tehát ez egy akkora ellenszél, amiben itt valahogy legalább időnként érdemes amellett a perspektíva mellett a belülről, ahogy az ukrán perspektíva most kinéz, azt is megfogalmazni, hogy szerintem az most egy elég nagy feladat önmagában, anélkül is, hogy feltétlenül az orosz irányába kontextualizálnánk. Tehát milyen jellegű könyve? Tehát hogyha irodalomtörténeti szempontból, akkor kell, hogy az is megjelenjen nyilván. De hogyha csak magát az irodalmat, akkor... A kérdés nem ez volt. A kérdés az volt, hogy a magyar értelmiség számára, amely az orosz avantgárdot ismeri, azon keresztül annak a fogalmaival bevezetni a számunkra nem ismert ukrán avantgárdot, ami kiesett. És ezt hogyan képzel? Jó. Jó. Én még csak annyit, hogy tényleg, amit most az ukrán irodalom nagyon szeretne, hogy más irodalmak árnyékából kilépni, tehát hogy a saját, legyen egy saját. És ez nem az, hogy mást fölülírna, vagy mást, én nem feltétlenül, nagyon korrektül nyilatkozott sok ukrán szerző, tehát hogy nem a orosz kárára, hanem hogy legyen a sajátuk, a saját az meg legyen. Hát meg az avantgárd, ez egyébként is egy annyira nemzetközi dolog, hogy miért ne akkor az egész európai avantgárdnak a kontextusában. Szerintem erre talán, én nekem talán ez lenne a válaszom, hogy nyújtói teljesen jól érthető lesz az akár a magyar, meg a francia, tehát ugye úgy komplexen, aminek az orosz is a része, de nem kell feltétlenül csak az orosz avantgárd felől, hanem az egész európai avantgárd, mint összjelenség egyik fontos
a ilyen al jelenségeként szerintem tök jól be lehet ezt vezetni. Igen, szerintem ez nekem is valamennyire kezd világos lenni, hogyha arról van szó, hogy kilépni akár az orosz vagy más árnyékából, akkor talán ne az árnyék fogalmai felől kezdje el definiálni magát az a kilépő valami, hanem saját magaként. Hát ez nyilván jár egyfajta demarkációval is, amit lehet szeretni vagy nem szeretni, de hát ezek szükséges fázisai, vagy nem is tudom, ilyen szakaszai ennek a folyamatnak. Szeretném még tovább adni a kérdéseket. Judit, neked is volt egy kérdésed, és szeretném megkérdezni, hogy kinek lesz még kérdése, csak hogy úgy nagyjából be tudjuk osztani jól a hátralevő időt. Még van idő néhány kérdésre, ha bárki szeretne, vagy majd menet közben, akkor... Aha, jó, hát akkor van időnk, és majd kész feltartással lehet, és Judit, akkor átadom. Köszönöm szépen. Nekem két kérdésem lenne, vagy inkább hozzászólás, ami elég szervesen kapcsolódik az előbbiekhez, hogy nagyon-nagyon fontos lenne az eligazodáshoz az ukrán irodalomban, ha megjelenhetne egy irodalomtörténet, egy ukrán irodalomtörténet, hogy van-e valaki, aki ezzel foglalkozik, és hogy hát vannak szakemberek, ugye Zoltán Andrástól kezdve sorolhatnánk, de ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy eligazodjunk történetileg is, meg a mai korban is az ukrán irodalomban. Ez lenne az egyik. A másik pedig az ide jutott Magyarországon élő ukránokkal kapcsolatban szeretném mondani, hogy létezik egy nemzetek háza, ahol a különböző népeknek vannak baráti társaságai. Nagyon erős a magyar-orosz baráti társaság, éppen ez a társaság vezeti most a nemzetek házát, hogy nagyon szükség lenne, ha már hallgatókat nem vesznek föl, és az egyetem nem veszi tudomásul, hogy itt mi zajlik, akkor legalább egy ilyen társaságot megalapítani, hogy akik itt élnek, valami fogódzót kapjanak, és hogy ezt a kultúrát tudják művelni, ne szakadjanak el, hogy erre is talán lehetne gondolni, és ha kell ebben, akkor talán még segíteni is tudnék. Köszönöm szépen! Egyetlen megjegyzést szeretnék ezt tenni. A Nemzetek Háza az orosz követséggel szemben helyezkedik el, és az a magyar-orosz vagy orosz-magyar baráti társaság áprilisban írt alá Moszkvában egy egyezményt, ahol, hogy megerősítik a kapcsolataikat, azt hiszem nem kell folytatnom. Hát, ki szeretne válaszolni? Én megint csak arra térnék rá, hogy a kevés fogyató is, hogy kevesen vagyunk, és tényleg jó lenne ez az útbeigazítás. De hogy mi sem érkezünk mindenre egyszerre, vagy hogy nyilván el is figyelmet fordítunk a jövőben majd, de egyelőre most hát színűen dolgozunk, ha beszéltek több eszámba Diánával, akkor szép irodalmi verseskötetre van most, arra fókuszálunk mindketten is, és hogy, de igen, én azt hiszem, hogy erre egy ilyen úgymond vész megoldás, vagy csak ilyen a tűznek az ilyen enyhítése, a fontosabb eszék lefordítása, ez lesz, hogy ez, mert elég erős eszék irodalom Ukrajnában, és hogy ebből nagyon sok mindent ki lehet szűrni, hogy milyen helyzetek van, milyen a helyzet Ukrajnában, meg hogy milyen szerzők vannak tulajdonképpen. És én ebben látom a rövid távút most az eszékben. Egyébként tényleg nagyon jól lenne, ha lenne irodalomtörténet, csak igen, és azt gondolom, hogy ez a munka megosztás, amivel én kezdtem, hogy ugye fordítóként mi ideális esetben azért egyetemségnek a részei vagyunk, és ebben van egy nagy munka megosztás. Én, mint olyan
kulturális antropológus, aki ukrán kultúrpolitikával foglalkozom, meg műemlékpolitikával próbáltam ezt a dolgot behozni, amellett, hogy egyébként irodalmat fordítok, de én nem fogok tudni geopolitikai jellemzést írni, nagyon fogok tudni ukrán gazdasági jellemzést csinálni, tehát hogy ez a fajta munka megosztása nehéz szerintem, és ezért fontos az, hogy milyen és mennyi ukránával kapcsolatos szakértelme van, és ez milyen hangot kap. Én az nagyon jó lenne, hogyha ezt a fajta munkát, tehát mondjuk azt, hogy az ukrán irodalmat kihozni a teljes ismeretlenségből legalább a szürke zónába, ezt úgy tudnánk szerintem jól elvégezni, hogyha lenne 5 darab olyan újságíró, kulturális újságíró, akit ez érdekel, hogyha lenne pár olyan szerkesztőkönyvkiadóknál, akinek eszébe jut, hogy nem csak a Scout Reportból kellene tájékozódnia, hogy Ukrajnából milyen jogokat vegye, hanem beszélne velünk. Tehát, hogy ezeket a fajta dolgokat lenne nagyon jó, hogyha tudnánk egy kicsit így erősíteni. Nem kell mindenkinek ukránul tudni ahhoz, meg a helyzet, hely és a helyzet mély ismerőjének lenni szerintem, hogy ebben segíteni tudjon. Ez lehetne egyfajta kulturális, politikai szolidaritásnak a része, mondjuk egy újságíró számára. Jó, van még egy kérdésünk itt Molnár Krisztinától, adom a mikrofont. Azt szeretném kérdezni, hogy két dolog jutott eszembe, ezen hallgatva ezt a diszkusziót. Az egyik az fordítási kérdés, hogy az rendben van, hogy úgy gondoljuk ma, hogy a forrás nyelv legyen az eredeti, amiből fordítunk, de hogyha ekkora az ínség, akkor nem lehet-e kiterjeszteni a fordítást a közvetítő nyelvből való fordításra, mert azt gondolom, hogy ez így adná magát, hogyha más nyelvekre nagyobb mennyiségű ukrán... Tessék? Később jöttem, akkor elnézést kérek, nem tudtam előbb ideírni. Akkor bocsánat. A másik pedig az, hogy nem csak a szép irodalom felől közelítve, egy kicsit itt, amit Zsuzsa mondott az orosz avantgárd kapcsán, ennek kapcsán jutott eszembe, hogy én nem vagyok a téma szakértője, de egyszer voltam az ukrán tanszéken az ELTE-n egy kutatáshoz, ahol én folklór szövegeket kerestem, és nagyszerű segítséget kaptam egyébként, és ez egy olyan időszak volt, amikor amúgy is belemásztam a térségnek a sok nyelvű, sok forrású és sok gyökerű kultúrájába. És azt gondolom, hogy ha valamit meg lehetne lovagolni jelen társadalmi pillanatban, az pont az, hogy milyen sokféle kötődés és kapcsolat van ott kulturálisan a haszid, a ruszin, az ukrán, a magyar, és még talán sorolhatnánk a hucult, mondtam, összefonódásából, tehát hogy ez egy mennyire izgalmasan sok gyökerű kultúra, és hogy lehet, hogy ezt lehetne valahogy akár újságírók, kulturális újságírók segítségével, tehát hogy ennek a révén megmutatni, hogy mennyire közünk van hozzá, tehát hogy ez nem csak egy unikum a számunkra, ez jutott eszembe. Diana? A közvetítő nyelv, szerintem szép irodalmat tilos közvetítő nyelvből fordítani, azzal szerintem ki tudnék egyezni, hogy néha, ha nagyon nincs más, akkor nem tudom, riportkönyvet, vagy valami ismeretterjesztő könyvet esetleg lehet közvetítő nyelvből fordítani, de azért szerintem az a helyzet, hogy van ez a probléma, hogy fordítóból kevés van, de azért, hogy mondjam, nem vagyunk full kapacitásig kitöltve kiadói megkeresésekkel, hogyha most ilyen finoman és udvariasan próbálom ezt. És hogy ezt a munkát én elkezdtem, most 17-18 körül kezdtem először kiadóknál házalni azzal, hogy nem akarnak egy Zsadan kötetet csinálni, akkor a Zsadannak volt már szerintem 10 plusz irodalmi díja, a angolul a Yale University Press adja ki, a németül az Urkamp, tehát nem egy gagyi és ismeretlen szerzőre van szó, és háború kezdetéig az, hogy lírát, ukrán lírát kiadjon bárki, az egyszerűen elképzelhetetlen volt. Ezt részben ugye nem egy unikum, tehát nem az ukránról van itt csak szó, tehát a líra fordítás az általában nagyon-nagyon rossz állapotban van most Magyarországon, de szerintem tehát ez a probléma itt, hogy bár az lenne, hogy annyi a kiadói
igény, amit már nem tudunk kielégíteni, de nincs ez. Tehát, hogy szerintem emiatt is föl sem merül igazából most még egy darabig ez a közvetítő nyelv kérdés. Meg akkor igazából olyan cseresznyi is kert címek is kit megszülethetnek, hogyha közvetítő nyelvet használunk. Szóval így... Persze vannak veszélyei. Egy másik szempont jutott még itt röptében eszembe, hogy fordítás, támogatás létezik-e ukrán nyelvű szövegek fordítására? Tudunk-e ilyesmiről, el tudunk-e képzelni ilyet? Az Ukrán Könyvintézet a Majdan után, tehát az egész ukrán kultúrpolitika a Majdan forradalom után nagyon erősen megváltozott. Megcsinálták az Ukrán Könyvintézet, és átstruktúrálták, volt ez az ukrán kulturális alap. Ezeknek megindult az egyébként tök jó kultúratámogatási ilyen pályázati rendszere, viszont az a probléma van vele, hogy ugye mire ez megint csak fölfutott, kicsit az történt, mint a Kárpátaljai Irodalmi Fesztivállal, hogy először a Covid rugott egy nagyot rajta, és most pedig egyszerűen úgy működik, tehát ugye hadi állapot van, és nincsen most, ameddig vége nem lesz a háborúnak, nincsen ilyen típusú támogatás. Nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, beszélgettem ukrán szerzőkkel, és azt mondták, hogy van egy pont azért, mert Magyarország szomszédos ország, egy kockázatnak látják azt, ami Magyarországon zajlik, tehát mind úgy is, mint közmédiában propaganda, és ezért voltak arra törekvések, hogy Magyarország irányába külön valamit tenni, hogy ezzel mi lesz, azt nem tudom, erről még beszélgetni kell, de alapvetően az összkép az, hogy most nincsen ukrán forrására, hát a magyar támogatási helyzetnek a nehézségeit, problémáit, az pedig azt hiszem nem kell ecsetelnem. Ezek jó kérdések, hogy ha a leuralt intézményrendszer megkeresi az embert, hogy lenne ukrán kötött, akkor mit kell ilyenkor csinálni? Hát szerencsére ilyen még nem volt. Szerintem Nádori Lídia vagyok, és sziasztok, bocsánat, hogy bele... Hova kell nézni? Majd utána úgyis megköszönök. Gondolom, hogy nem Ukrajnától kellene várni a fordítás támogatást ebben a pillanatban, és nem is Magyarországtól, hanem egy nehézkesebb és lassabb, de biztosabb út lenne, és ezt most nem nektek mondom nyilván, hanem a, nem is tudom kinek mondom, a magyarországi kiadóknak mondom, nem, hát az Európai Unió és ezen belül Németország szerintem egy olyan pont, ahova érdemes lenne fordulni, egy olyan hely, ahova érdemes lenne fordulni ebben az ügyben, csak ugye pont most voltak lezajlott egy ilyen nagy, nem is tudom, 5 éves EU-s támogatás, kiadó támogatási programja az EU-nak, az már kifutott, de hát mindig, tehát keresniük kell, a kiadóknak keresniük kellene ezeket a forrásokat, csak ennyit szerettem volna. Én tudom, hogy a Zsadán regény az egyébként egy ilyen támogatással jelenik majd meg jövőre, a Magvetős. De nem merek erre teljesen megesküdni, az Orzói Ágnes meg lehet kérdezni. Én úgy emlékszem, mintha ezt mondta volna, amikor én erről beszéltem vele, hogy ez egy ilyen EU-s pályázatnak a másik ilyen, meg az amerikai forrás látom, tehát ott Amerikában is egy nagyon erős ukrán kisebbség van, és ők azért minden szempontból próbálják támogatni az ukrán irodalomnak a népszerűsítését. Tehát most például az Átrium Színháznak, amit fordítunk, a színdarabot, ott is amerikai támogatáson keresztül. Az egyiket. Tehát, hogy ebben, igen, ez a másik kérdés, hogy na, mi lesz azzal azokkal a szerzőkkel, akik ugye egyébként ukránok, és de hogy oroszul jelentek meg könyveik. Tehát, de nem fordításban, hanem szerzői könyveik jelentek. Igen, igen, de ez teljesen normális volt Ukrajnában.
De most fog, szerintem ez most változás alatt van, és most, tehát amit akár tegnap is beszéltünk, hogy egy 10-20 éven belül azért szerintem át fognak állni teljesen ezek a szerzők is, sőt már most vannak erre. Sokan már át is álltak, igen, tehát ez egy ilyen lassú folyamat 14 óta, ami most szerintem az utolsó ajtó berugás az ez a 22. február. Igen, hát csak visszatérve a fordítás támogatásra, hogy tehát akárhogy nézem, az ukrán is ugyanúgy egy kis nyelv, mint időnként kiderül a magyar is az egyébként. Tehát, hogy a kis nyelvek fordítására külön támogatások léteznek, tehát ez egy külön fitrak, és abba ugyanúgy az ukrán nyelv is bele kell, hogy férjen, mint bármelyik más, akár balkáni kisnyelv, vagy akár európai kisnyelv. Tehát, 44 milliós ország, ez nem egy kisnyelv. Tehát szerintem attól lesz valami kicsi vagy nagy, hogy milyen a kultúrtámogatásnak a pénztárcát. Tehát hogyha a svéd, meg a norvég, amik 5 milliós nyelvek, meg az izlandi, ami 300 ezres vagy 500 ezres, az annyira nem kicsi, hiszen tele van vele a magyar könyvpiac, az nem azért van, mert ezek nagy, a szónak bármilyen értelmében nagy kultúrák, hanem azért, mert jó a támogatási rendszerük, és megcsinálják ezt. Szerintem ez egyszerűen egy ilyen infrastruktúrális kérdés. Az ukrán az attól lesz kicsi nyelv, hogy 14-ig nem volt normális kultúrtámogatás. Azóta hát el tudott éppen indulni, de ugye az van most, ami van. Magyarországon meg olyan a helyzet, amilyen, tehát hogy ilyen szempontból ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy a többi ország mit csinál. A szlovák irodalom is azért működik ennyire jól magyarul, mert a szlovák kultúrtámogatás az zseniális. A német is azért működik ennyire jól, mert a német is nagyon. Tehát hogy szerintem ez nem a beszélők számáról szól. Nem, persze. Meg az, hogy igen. Tehát nem kilóra kis nyelv, hanem láthatóságában kicsi. Tehát kis láthatóságú, nem kicsi nyelv. Oké, visszakozok, valószínűleg nem ott van, ahol képzeltem. Jó. Van-e még kérdésünk közönség részről? Ha... Jó, Zsuzsa, kérlek. Elnézést, csak mint látható, én ebbe azért nagyon benne szeretnék tisztán látni, és nem lehet itt most tisztán látni. Tehát most elhangzott az, hogy orosz nyelven író ukrán szerzők, akik majd ukránul fognak írni, és az ukrán irodalom jövője. Amikor én orosz avantgárdról beszéltem, ezek Ukrajna területén született oroszul írók voltak, akiket az egész világon ismernek. Ezt nem fogja tudni leválasztani magáról az ukrán irodalom, mert akár egy házasságban is, hogyha egy probléma van, és a mai tudásunkat visszavetítjük egy korábbi állapotra, például, hogy neveltem gyereket, akkor ott tartunk, hogy az ukrán nép bűneit fogjuk az ukránok, mai ukránok személyre hányni, ugyanúgy, ahogy az orosz avantgárdnak föl fogják róni, hogy ők oroszul írtak. Mindenki Odesszában született, a másik fele Kijevben született. Nem fogják, erre a szerves kapcsolatra visszautalni, ami ma is van még. Lehet, hogy ez meg fog változni, de ha a mai tudásunkat fogjuk visszavetíteni, akkor ugyanott fogunk tartani, hogy szemrehányásokat teszünk. De ezt nem is mondtuk, szerintem mind a ketten azt mondtuk, hogy irodalomtörténeti munkákban, tudományos munkákban egyáltalán ez a kapcsolat tagadhatatlan és szakmaiatlan és problémás is lenne tagadni, tehát ebben teljesen egyetértünk. Az egy teljesen más kérdés szerintem, hogy most, amikor a kortárs irodalommal próbálunk valamit kezdeni, akkor milyen optikával tesszük ezt meg. És azt is gondolom, hogy ez pont most tegnap néztem az Osztap Szivinszki költővel egy beszélgetést, és kérdezték őt erről, hogy látja a Ukrajnához valamilyen módon kötődő orosz nyelvű szerzőknek az örökségét, és akkor ő erre azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy ez a történet ez most egy kicsit be van fagyasztva, és ez most így rendben van, és akkor, amikor vége lesz ennek az egésznek, és felszáll ez a köd, amitől most nem nagyon lehet tisztán látni, akkor kell majd erre nekik választ találni. Szerintem nyilván ez másik külföldi tudós vagy fordító esetében, aki nem hasonló közelségből kell, hogy ezekkel a dolgokkal megküzdjön, de ez nehéz
Szerintem most ezt fölös, tehát azt se kell várni, hogy ennek most vége lesz. Az, hogy attól, hogy most van egy nagyon erős ilyen zsigeri elutasítás, én nem gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy forever ez lesz. Egyszerűen ez most itt túlságosan fáj, és az a jelenség, amire utaltunk, a nyelvváltás, ez is egy olyan jelenség, én ezen most dolgozom, ennek egy mennyire mélyebb feltáráson. Beszélgetek olyan szerzőkkel, akik nyelvet váltanak, és ennek nem az a, tehát ez nem direktíva, ez nem állami bármi, hanem ezek általában olyan emberek, akik a Donbaszban nőttek föl, vagy ott éltek, vagy van olyan költő is, aki krími, akit ismerek is hasonló, és egyszerűen fizikailag, tehát olyanokat mondanak nekem nagyon gyakran, hogy elkezdenének oroszul mondatot végiggondolni, és elhányják magukat. Tehát, hogy nagyon-nagyon erős trauma kapcsolódik egyszerűen a nyelvhez. Nagyon-nagyon nagyot küzdenek most ők azzal, hogy ezzel az egészen mi legyen, és nagyon sokan közülük, akik már 14-ben menekültek voltak, ugye el kellett hagyniuk, 1,5 millió ember lett menekült akkor Ukrajnában, ők elkezdtek szépen lassan átállni, például az egyik nagy eklatás példája ennek az Aszejev, aki az Izoláció nevű könyvet írta, hogy olyan újságíró volt, aki a népköztársaságok területén hát így inkognitóban ott maradt, és tudósított, onnan elkapták, és aztán nagyon keményen megkínozták, és börtönben volt 2 évig ott a báb köztársaságokban. És ő például átállt szépen fokozatosan, az Ija Kíve nevű csodálatos orosz nyelvű ukrán költő szépen fokozatosan átállt. Vannak, tehát, hogy ez sokakkal meg fog történni. Az egy másik kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik kicsit messzebbről nézték ezt az egészet, meg olyan idősebb, nagyon nagy nevű költők, mint a Boris Szerszonszki, aki egy odesszai orosz nyelvű zsidó költő. Tehát, hogy ő is elkezdett most vagy két nyelvű verset ír, vagy időnként teljesen ukrán. Tehát ez most egy olyan dolog, ami szerintem a szemünk előtt zajlik, és még nem látjuk, hogy pontosan mi lesz vele. Szerintem én azt érzem, hogy fordítóként is, meg olyan emberként is, aki próbál ukrán kultúráról, vagy erről az egész tapasztalatról valamit mondani egy nagyobb közönségnek, ezt most, ha választhatok a hiperóvatos és a csak kicsit óvatos között, akkor a hiperóvatos irányba megyek egyszerűen ezért, amit mondok, mert azt látom, hogy akárhányszor leülök velük beszélni, olyan szinten traumatizált emberekről van most szó, hogy azt érzem, hogy minden olyan megfontolás, hogy jó, de majd mi lesz az intellektuális elemzésekkel, az egyszerűen nem ebben a pillanatban most nagyon-nagyon nehéz ezeket a szemszögeket prioritásra emelni a személyes tapasztalat fölé vagy elé. Meg igazából ugye, ameddig tart a háború, addig nincs meg ez a távolság, hogy rálássunk, és hogy ezt az ukrán azonban feldolgozzák, tehát hogy ez még korai lenne. Igen, ez szerintem nagyon érzékletesen előjött most, hogy itt a nyelv az egy olyan kérdés, ami egy nagyon húsba vágó, és abszolút egy személyes, sőt, talán ilyen intim dolog, amit nem lehet mindenféle külső intellektuális és egyéb, még ha jogos igények szerint is ide-oda lóbálni, hogy most akkor így kéne, vagy úgy kéne. Tehát ez egy nagyon, nagyon élő folyamatban levő valami, szerintem ez hallatlanul érdekes is egyben. Én fordítóként nagyon felizgat az a kilátás, hogy egyszerűen ekkora súlya legyen nem csak a szavaknak, hanem egyáltalán annak, hogy ezen a nyelven, és nem azon a nyelven, vagy hogy ez az egész hogyan működik. Ez egy nagyon izgalmas folyamat. Van még egy kérdésünk itt a közönségben, és azt hiszem, ez lehet, hogy az utolsó kérdés is lenne, és aztán szeretnék majd lezárni ezt a szekciót, de most átadom a mikrofon. Köszönöm szépen, Gera Judit vagyok. És ez nem annyira kérdés, csak egy reflexió erre a vitára, hogy én mélyen nem értek egyet Zsuzsával. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkor a kontextusból nem lehet kilépni, amiben éppen vagyunk.
Tehát ez egy iszonyatosan fontos dolog, amit ti mondtok. És igen, egy irodalomtörténetnek a feladata az, hogy ezt majd felgöngyölje, de nem lehet arról elfelejtkezni, hogy hatalmi struktúrákról beszélünk, hierarchiákról beszélünk, van egy megtámadott ország, van egy megtámadott bármilyen sokszínű, de mindenféle nemzetek, tehát hogy azoknak a hangja előjöjjön, az nagyon fontos, és kicsit hasonlónak érzem a gender problematikához. Ez olyan, mint hogy egy férfi történet, azt mondanánk, hogy hát a nőket úgy próbáljuk emancipálni, hogy férfi történeteket mesélünk el. És azokban szépen beemeljük a női problematikát. Tehát, hogy ez nem így működik. És az utána következő workshop, az Amanda Gorman problematika, az pontosan ugyanezt hozza elő. Tehát, hogy azért a cancel culture-nek én nem vagyok olyan nagyon kritikus szemlélő, én azt gondolom, hogy abban nagyon sok valid elem van, és igenis, én például visszanézek a jelenből, és a történelmet úgy szemlélem, hogy megengedem magamnak azt a kritikai szemléletet, amit a mai tudásom tulajdonképpen felszólít rá, hogy kritikailag elemezzem a múltat, és ezt nem tudom kijuttatni, akár a tudományos munkámból, akár bármilyen megszólalásokból. Úgyhogy én ebben a dologban veletek értek egyet. Szerintem nem vitázunk a Zsuzsával, vagy én úgy érzem, hogy... Igen, hogy ezt akartam mondani. Párbeszéd, vagy... Vagy nem is az, hogy most... Csak hogy én azt érzem, hogy ezek nem kizáró szempontok, vagy ez a munkának, az egyik ága a munkának az, hogy nyilván nem szabad torzítani, tehát hogy nyilván fölösleges, és hogy bizonyos szempontból kannibalisztikus lenne ezzel úgy csinálni, mintha ezek a kapcsolatok nem léteztek volna, de abban viszont szerintem az előző hozzászóló teljesen, hogy mondjam, tehát én is azt gondolom, hogy itt és most az itt és most van, az egy más kérdés, hogy ez nem mindig a jelennek a paradigmájából csinálunk irodalomtörténetet is, tehát még ebből a szempontból is szerintem, de hát ezt mindannyian tudjuk. Inkább talán ez a kérdés szerintem most, hogy én azt hiszem, hogy nagyon sokszor nehéz azért kellene érzékenyen hozzányúlni ez a kérdéshez, mert egyszerűen távol van ez a tapasztalat, tehát ugye ameddig én is tudom saját magamról, és tudom, hogy az a kettő hónap, amit Ukrajnában töltöttem, mióta háború van ott, az teljesen megváltoztatta azt, hogy én mit testileg egyáltalán, hogyan reagálok. Tehát, hogy tudom azt, hogy miről beszélnek, amikor az oroszról beszélnek. Onnan tudom, hogy a saját testemen tudom. Nem azért, mert bármi gondolom van az orosz nyelven, nagyon szeretem az orosz nyelvet. Dolgoztam is, meg dolgozom is orosz nyelvet, tehát, hogy nem erről van szó. De pontosan tudom azt, hogy milyen az a zsigeri állapot, amiről beszélnek. Tehát, hogy más, hogy működik az embernek a kritikai, nem is tudom, funkciója, hogyha már végigült néhány légirigadót, hogyha látta, hogy néz ki a lebombázott város, és nem csak képről látta, hanem tényleg. Tehát ez egyszerűen olyan dolgokat tesz, ami azt érzem, hogy nehéz ezt túlbecsülni ennek a fontosságát, és hogy ezért mondtam ezt, amit mondtam, hogy szerintem most érdemes egyel jobban hagyatkozni az ukrán szerzőknek a saját arra, hogy ők mit szeretnének, hogy nekik mi a fontos. Én ezt próbálom most csinálni, hogy egyet háttérbe lépek, és meg tudom azt tenni, amiről úgy látom, hogy azt közvetítem vele, amit ők tartanak fontosnak, tehát ne azt gondolom, hogy itt most az én saját értelmezésem, prioritásaim, én ki vagyok, és én mit gondolok a világról, azt próbálom ebben a munkában egy lépéssel hátrébb vinni. Nem biztos, hogy minden fordítónak mindig így kell működni, én azt érzem, hogy én, mint a barátaim, a kollégáim, a szolidáris ukránból fordító ember, ezt most csak így tudom jó szívvel csinálni. Én hasonló, tehát csak most nem hasonló, más aspektusát éltem, mert ugye Diana ott volt a háború kitörése után, én egészen végig voltam, amíg a háború kitört, és akkor majd talán menekülni kellett, és hát igen, ott... Tehát nincs, nem az orosz nyelvvel van bajok, tehát én is
dolgoztam, úgyckáját utaltam, tehát nem ez abszolút, nem ez. Csak egyszerűen tényleg ez, hogy most az ukrán szerzők a hangját kell hallani, és ők hogyan látják, és ők hogyan értelmezik a helyzetet. Azt hiszem, hogy ezzel kell foglalkoznunk, amikor műfordítással foglalkozunk. Mindennek van irodalma, csatatereknek és kríziseknek is van irodalma, és nem vonatkoztathatunk el attól, hogy minek az irodalmát fordítjuk éppen, még akkor is, ha máskor és máshol el lehet vonatkoztatni ezektől a fajta kontextusoktól. Én nekem ez erősen átjött ez az üzenet, és szerintem sokat tanultunk a problematikáról is, és nem csak erről a mostani helyzetről, hanem a tágabb perspektíváról is az ukrán irodalomnak, aminek még mindig tényleg nagyon apró szeleteit ismerjük csak, mint magyarországi, magyar nyelvű olvasó közönség. Én szeretném nagyon szépen megköszönni a résztvevőinknek, a beszélőinknek, Diánának, Tamásnak és a közönségnek is ezt a mai beszélgetést, és ezzel nagyjából szeretném lekerekíteni a mai beszélgetésünket. Köszönöm, hogy itt voltatok fel. Mi is köszönjük a meghívást. És Diána, kérlek, maradj még velünk egy pillanatra. Köszönjük szépen. Thank you.